A szezon 32. mérkőzésére készül a Marsó Nyíregyháza, amely eddig 6 győzelem mellett 25-ször vesztesen vonult le a pályáról. A Jászberény elleni találkozónak igazából csak a vendégek számára van tétje, mivel a berényiek győzelmükkel kiharcolhatják az osztályozó nélküli bennmaradást. Nyíregyházi siker esetén viszont ez a két csapat játszhatja az osztályozót, és egyáltalán nem mindegy, hogy melyik együttes vág neki lélektani előnnyel a párharcnak. Ez az utolsó mérkőzése ugye a középszakasznak, és a Jászberény szempontjából az a kérdés ugye, hogy amennyiben ők győznek, akkor biztos, hogy elkerülik a play-outot. Tehát ennek tükrében milyen mérkőzésre számíthatnék? Egy olyan mérkőzésre, ahol mind a két csapat küzdeni fog, hiszen mi azért hazai pályán minden körülmények között a győzelemre fogunk törekedni. Úgy gondolom, hogy egy jó hangulatú mérkőzés lesz, hiszen Jászberényből is jelezték, hogy körülbelül 150-200 szurkoló érkezik majd, és remélem, hogy ez a nyíregyházi közönséggel kiegészülve egy nagyon jó hangulatú mérkőzést eredményez. A csapatkapitány szerint mindenképpen győzelemre játszanak, mivel szinte mindegy, hogy melyik együttes ellen kell pályára lépniük az osztályozón. Én úgy gondolom, hogy mind a két esetben számunkra erős csapatról beszélünk, hiszen a Berénynek nagyon erős kerete van. Én úgy gondolom, viszont a MAFC pedig hazai pályán nagyon erős és meghatározó. Nem tudom, melyik lenne a jobb, megmondom őszintén, kivel játszanék szívesebben. A Marsó Nyíregyháza Jászberény mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Bemiskola csarnokában, a Kölcsei Televízió nézői pedig vasárnap 20 órától láthatják a találkozót.